kék sarokban látjuk Dobos Mátyást, és a pirosban Gönczi Jánost. Mindjárt megnézzük, hogy milyen színű fejvédőt kap János. De azt hiszem, hogy már az könnyebbség, hogy Mátyáson sötét színű fejvédő van. És bizony János is azt kapott, de itt a nadrág színben legalább van egy jelentős különbség, hogy könnyen meg tudjuk őket különböztetni a küzdelem során. Tehát 2x2 perc küzdelem vár a srácokra. Egy rövid bírói eligazítás után. Tehát János látjuk a világos nadrágban, Mátyást pedig a sötétben. Ugye a szokásos harci, maori harci tetoválás látható Mátyáson, nem mintha megszokott lenne. És egy madárszárny, valószínűleg egy turul madárszárnya lehet János hátára tetoválva. De ez mit sem számít, ez esetleg a nézőknek egy plusz esztétikai élmény lehet. Vajmi keveset foglalkoznak ezzel. És elég intenzíven elkezdenek a srácok bunyózni itt az első menetben. Igazából releváns magasság különbség nem igazán jellemző erre a két srácra. És ezt a leforgásos, ez valami kemény volt Jánostól. Ez nem volt semmi. Ugye ezekkel a forgással bevitt rugásokkal még annyi probléma van, hogy egyrészt nagyon nehezen követhető a mozgás, és ezáltal nehezen lehet ellene védekezni. Valamint az, hogy plusz lendületet visz bele a mozgásba, ami ugye betalálva még nagyobb fájdalmat okoz, nehezebb ezeket elviselni. Míg ezt sarokrugással is megpróbálta János Mátyáson alkalmazni. Csak úgy, mint ezek a szokásos meggyengítem az ellenfelem lábát című combelsőre mért rugások, és itt most János Mátyáson egy állórugást térdel is be tudott vinni. Elég egyértelműen úgy tűnik, hogy János most sokkal keményebb, és Mátyás időt kér. És rászámolnak. Ezek a térdel bordára is, mellkasra is, gyomorkörnyék orvost kér a bíró. Semmi komoly, csak egy kis orvérzés. És meg is érkezett a egészségügyi személyzet. Egy kis tamponálással megpróbálják gyorsan elállítani a vérzést, hogy minél hamarabb tudják folytatni a srácok a küzdelmet, ha vállalják. Bár ugye az első menetben azt mondanám, hogy János abszolút fölényben van Mátyással szemben. Gyorsabb, talán több energiát visz bele a rugásaiba, amivel próbálja meggyengíteni Mátyást, és erről beszélek, igen. Tehát ezek a bordára mért sípcsonta történő rugások, ezek nagyon, nagyon kemények tudnak lenni. És ez az, amit az előbb is mondtam, amikor forgással viszünk be egy rugást, ugye ezzel az a probléma, hogy egyrészt nem tudjuk, hogy hova szeretné ezt bevinni ellenfelünk, másrészt a forgás egy plusz energiát ad ezeknek a rugásoknak, ütéseknek, és ezután elég nehéz
folytatni a küzdelmet, hiszen vidékiesen szólva nem tudjuk, merre van az előre. És látjuk a lassításon. Hogy micsoda küzdelmek voltak itt, és ugye amiről már itt az első pár másodperc után elég könnyen véleményt lehetett alkotni, hogy ez a meccs bizony Jánosi. Ez a meccs bizony Jánosi. Nem tudom, melyik fegyveres testületnél szolgál a srác, de